Most hát levettem ugye a szallagkábelt, hogy méretre tudjam vágni, és akkor most megtörtént, ugye lerövidítettem a szallagkábelt. Hát nem egyszerű ugye ezt a szallagkábelt óvatosan megpucolni, de meg lehet. Ugye ilyen lett a vége, hát nem tudom mennyire lehet látni, igazából mindegy. Le kell pucolni, újra át kell ragasztani ezt a megvezető lapocskát. És akkor gyakorlatilag most újra vissza kell szerelnem ezt a részt ide. Hát ez már ugye egyszer megtörtént. Ugye most megtörténik, még egyszer visszaszerelem. Nem egy ördöngős mutatvány éppen. Tehát ezeket nem véletlenül kell mindig ilyen csavaros megoldással csinálni, mert ugye ezt magát a szallagkábelt, azt nem lesz egyszerű belőle kiszedni, akárhogy is nézzük, mert ugye elég passzosan bele van rakva. De hát valahogy muszáj mégis ugye oldhatóra csinálni a kötéseket. Most már akkor a kuki van itt az asztalon, hogy nem találok semmit. Egyik csavar. Egyik. Másik. Jó, ez ugye a helyén van. És akkor most a szallagkábelt ugye itt rögzíteni kell fentre. Ugye megcsináltam ezt a felső részt. Ez sincs még 100%-osan kész, mert hogy az oldalt, a másik szallagkábelt azt már még rögzíteni kell. De hogy ezt a részt ide már be tudom rögzíteni mindenféleképpen. És ami a következő képen fog kinézni, hogy ezt a szallagkábelt majd itt elvezetjük. Ide van csinálva egy másik fajta tartó, ami ilyen befűzős. Ezt fogom először megcsinálni, hogy ez bemenjen. Remélem, hogy sikerül rajta áttuszkolni. Jó, egyik. És akkor, hogyha végig is húzhatom. Majd jön a másik. Így. Mert rájöttem, hogy ide egy ilyen tartós megoldást lehet csinálni, ami tartóval van. És akkor jön ez a felső rész, ezt ugye ide fentre fölcsavarozom. Majd utána közelről végigmutatom nektek, hogy hogy néz ki ez a dolog. Ez nincsen még ugye itt lehúzva, ezt most rögzítem ide fentre. Jó, ez itt most már stabilan áll. És akkor hát jön az alsó, ugye ezt visszaleveszem, hogy be tudjam könnyen kötni. Mert ezt ugye az igazság, hogy egy picit nehezebb lesz beletuszkolni ezt a szallagkábelt most ebbe, mert vastagabb egy picit így ez a megoldás. Belemegy, csak egy kicsit szorosabb, mint előtte. Így, majd a másikat is. Ezt is rögzítem, és akkor ugye ez most már ide fentre rögzítésre kerülhet. És minden jó megy, ezek után ez az irány, amit mindig nem tudom, hogy X vagy Y irány, elvileg egyébként ez az Y irány, amit most csinálok, mert ugye fordított lesz a dolog. És akkor elméletileg ugye itt ez a szallagkábel ebbe így beleül. Így, nagyjából.
Itt van még egy kis csavar. Elvileg ez ilyen így van, ez szépen tartja. Na, és akkor elméletileg most le tudom próbálni, hogy ez tényleg jól mozog-e úgy, ahogy kell. Megnézzük a végállásokba, szépen kifut-e. Ide jó ki tud menni. Ide is szépen ki tud futni. Ugye itt ez lényeges, hogy ez mennyire áll ez a szallag, és ugye ezért van itt ez a rögzítő. Majd ez egy kicsit még most csúszkál így rajta, ez több mint valószínű, hogy ezt a rögzítőt majd itt nem hogy kiveszem, hanem valószínűleg egy kevés FBS-sel vagy valami ilyen ragasztóval fogom rögzíteni, hogy ne tudjon csúszkálni. És akkor tulajdonképpen ez majd, ugye ez azért lesz, hogy a szallagkábelt, ha figyelitek, egy picit laposabban tudja tartani ezt a dolgot. Tehát ugye nem fog annyira mozorogni. Ugye lesz ne ilyen rész, de ugye ennél az igazság, hogy ez már nem fog tudni, még ha gyorsan mozog is a másik irányba, nem lesz vele gond. Úgyhogy ez a tartó, ez azért van itt középen, majd ez valószínű, hogy egy picit bekenem, hogy azért, mert csúszkál előre-hátra, ugye egy beleessen állítani, de valószínűleg azt fogom csinálni, hogy majd egy kis FBS-t kenek rá, beállítom, nem hagyom, az beleköt, és akkor nem fog tudni mozogni. Azt hiszem, hogy ez így rendben is van. Most ezt én szerintem körben megmutatom nektek a kamerával, mert így nem biztos, hogy látjátok, hogy hogyan is néz az egész történet ki igazából. De hát ugye ez most még csak ez a rész, jó? De azt hiszem, hogy megmutatom nektek, és akkor jobban fogjátok látni. Nos, hát ugye így néz ki a dolog. Tehát ezt látjátok, ugye itt van bekötve maga a szallagkábel, mind a kettő. Ugye itt van ez a kis panel, amivel be lehet csatlakoztatni ugye itt a dolgokat, itt van ugye az optikai szenzor, és ugye ez itt szépen tud mozogni ebbe az irányba. Látjátok, ezekben a papucsokban szépen beleül a szallagkábel, ugye, mikor fut végig. Tehát az gyakorlatilag megvezeti végig a szallagkábelt, tehát nem tud kimozdulni. Itt van ez a kis papucs, amit mondtam nektek, ezt be tudom állítani majd, hogy ez pont ott legyen, ahol kell, és akkor a vége az pedig így néz ki. Ugye ez azért van ilyen magasítást csinálva, mert itt alatta megint vissza fog fordulni ugye így a szallagkábel. Hát ennyire lóg ki belőle, mint látjátok itt a síkából, ezt sajnos nem tudunk mit csinálni, muszáj volt. Ez nekem tervezési hiba, mert ezt a kocsit nagyon közel terveztem ide a profilhoz. Itt ezt a kocsit egy 4-5 mm-rel be kellett tervezni, csak ha ugye ezt is bejebb tervezem meg azt, és akkor megint 1 centivel rövidül a tér. Ennyi probléma van. Ugye ez muszáj volt, hogy a szallagkábel itt szépen tudjon menni, mert ugye ezt mondtam, hogy a szallagkábel sajnos, nézzétek meg, hogyha ezt én ide tenném pont középre, akkor gyakorlatilag nagyon-nagyon közel lenne a kocsihoz. És ugye az a baj, hogy a vezetőt már nem is tudnám oda tenni, tehát ez muszáj volt így egy kicsit kilógatni a szallagkábelt, ennyire körülbelül. És ugye emiatt a szallagkábel megvezetése itt egy picit módosult, hát ugye ennyit. Jó, hát itt is kijebb van maga ez a profil is, tehát gyakorlatilag ennyi van. Ugye ez még itt nincs lerögzítve, ugye ezt még le lehet venni a csavart itt, mert ugye most ez az oldal fog jönni. Ugye most az történik, hogy most ezt bekötöm ide a szallagkábelt, ezt is ide szépen fölrakom, és akkor jön ide a tartó, és megint meg kell néznem a hosszát magának ennek az egésznek. Hát ugye így fog kinézni ez a történet, és akkor ugye ez, hogyha mozog, akkor ugye ez itt a szallagkábel minket nem fog zavarni. Ugye itt van a legjobban, amikor kiáll a szallagkábel, de látjátok, hát ugye tartja jól a rendszer, és amikor ide úgy kimegy, akkor ugye ez a kicsit tartja, itt lenne a legjobb kilógás, de mivel itt tartja, ugye ez nem lesz, nem fog gondot okozni egyáltalán, tehát ez körülbelül így fog kinézni, és látjátok szépen belőle a kis kocsikba, ez a szallagkábel mindenhol, tehát ugye ebbe ez volt a lényeg, hogy itt szépen beleüljön ezekbe a kis tartófülekbe. Ez volt az én elgondolásom, és hát remélem, hogy be fogja váltani a hozzáfűzött reményeket ez a szallagkábeles megoldás, és nem lesz vele semmi gond. És akkor jöjjön ez az oldal, ugye ide megint ugye kell kettő darab szallagkábel. Ez most gyakorlatilag nagyon egyszerűen
bekötöm ide a szallagkábeleket, ugye, mint mondtam, ezt le tudom venni, ezt a csavart, hogy ez nincs is meghúzva még, ez csak úgy ide van téve, és akkor ezt fel tudom hajtani, ezeket a bekötési pontokat. Ezeket muszáj így csinálni egyébként, mert javításkor, vagy valami bármilyen szervizelés közt azért bontani tudni kell. Így van csinálva a különböző gépekben is egyébként, hogy ezeket vissza lehet, egy-egy csavarról rögzítve vannak, de vissza lehet őket bontani. És akkor itt is az történik, hogy ide bekötöm ezt a szallagkábelt. Ugye itt is lesz majd egy ilyen tehermentesítő, de egyelőre nem teszem bele, mert az majd csak akkor, amikor teljesen készre van szerelve, addig nem akarom belerakni ezt a tehermentesítős dolgot. Most már viszont a csavart be lehet tenni. Vissza. Ezt ide elvezetem. Csavart vissza berakom. Így. A másik szallagkábel. Így. Mint látjátok, gyakorlatilag ez így megáll. És akkor most ennél is ugyanaz a dolog jön, hogy ugye vannak ezek a papucsok. Majd ide is nyomtatok egy ilyen dolgot, ami tartja ez a oldaltartó. Habár itt ezen az oldalt ugye nincsen keresztirányú mozgás. Ugye itt elvileg nem csúszhat le ez a szallagkábel, de fogok tenni ide is egy ilyen olyat, ami teljesen körbefogja és hozzá rögzíti a szallagkábelt. Csak nyomtatnom kell egy másik fajta méretet, az még nincs kész, de hát most ez úgyse fog gondot okozni most. Valószínűleg a videó végére meg lesz csinálva, mert ugye a videó végére ezt az egész szallagkábelet is teljesen leszeretném tudni. Nos, ugye itt megint ugyanaz a dolog, hogy a hosszát kell kitalálnom a szallagkábelnek. Ugye ehhez megint ugyanaz történik, hogy itt vannak ezek az alkatrészek. Megnézem, hogy melyik kell nekünk ide igazából. Így van, erre van szükségünk. Erre a fajtákra, hogy ezekből megint ki kell ugye tördelnem ezeket a dolgokat, mert van benne. És hát meg kell néznem, hogy bele tudom-e pattintani, elvileg. Igen. Ugye ezeket már régebben nyomtattam, tehát itt lehetnek ilyen anomáliák, persze. Nem is tudom, milyen anyagból nyomtattam. Lehet, hogy ezen is alakítanom kell, ha megtalálom a reszelőt. Ez most ugyanaz a téma, mint a előbb ide a végére biztos, hogy kell. Ha már ugye itt ez, azt nem tudom, hogy mennyire tud kifutni. De ide a végére teszünk, ha be tudom pattintani. Igen. Így. Jó, hát ezek is. Ugye valamelyik ilyen picit ilyen mozgós, ezt majd mind fogom rögzíteni. Úgyhogy ide kenekbe egy pici szilopasztot rátolom, meg fogja kötni és kész. Jó lesz. No, ezeket előkerítem, ezt nem is videózom, bepattingatom, és ugye elvezetem a kábelt, és akkor utána megnézzük, hogy hogyan is néz ki, meg ugye méretre vágom, és megcsinálom ide az alsó bekötést is, és akkor ezt is fogjuk látni. Nos hát, és a szokásomhoz híven nem hazudtoltam meg magam, és megint történt egy kis malőr. Mégpedig lenne a következő, ezt már elhárítottam, tehát megoldottam, mi történt. Nem egészen úgy csináltam ezt a szallagkábel elvezetést, amikor, ahogy ezt annak idején valahogy tavasszal kigondoltam. És a következő történt, ugye megcsináltam ugye ezt az irányt, nem mondom, hogy X vagy Y irány, tök mindegy. Keresztirányt, elhelyezés szemszögéből egyébként ez az Y lesz, illetve megcsináltam ezt a fordítót, és hogyha a videóban odafigyeltek, akkor azt lehet látni, hogy a szallagkábel nem errefelé indult el, hanem errefelé. És úgy terveztem, hogy a szallagkábel végződés majd ezen a sarkán lesz itt oldalt lent. Na most ez nem volt jó, mivel ezt a fordító panelnél, ugye ami ide csináltam, ugye úgy történt a fordítás, hogy összekeveredtek a
pinek, nem jó lett a pin kiosztás ezen a végződtető panelen. És ez, de nagyon nem lett jó. Tehát ugye itt azért azt tudni kell, hogy nagyon nem mindegy, hogy melyik érem mi megy, és hogy végződik. Nem azért, mert minden ér nincs kivezetve a sorkapocsra, hanem azért, mert vannak közös erek. Például ugye a fűtésnek az 8-8 érem megy a szallagkábelbe, és az nagyon nem mindegy, hogy hova esik. Tehát nem lehet mindent így összekutyulni. Tehát a nagy gond nem volt, csinálnom kellett egy másik ilyen tartót, ennek a tükörképét, illetve ide egy másik fordítót. Na most ugye a másik fordítót kinyomtattam, aztán ez is kiderült, hogy ez se lesz egészen jó, mivel a szallagkábel, ami itt lelóg, nagyon-nagyon közel került ide a kocsihoz, amikor kifut oda, úgyhogy ehhez nyomtatnom kellett egy ilyen nagyobb méretűt, ami kicsit jobban megvezeti, illetve kellett ehhez a sorkapocs részhez, az átalakítóhoz egy másik dobozt nyomtatni. Ugye ez itt található, ami a túloldalra van. Tehát ugye ezt így tudta megoldani, vagy ezt kellett volna csinálni, vagy másik ilyen fordító paneleket létrehozni, de ugye az sokkal tovább tartott volna, mert meg kellett volna terveznem a panelt, legyártatni, pénzbe kerül, stb. Stb. Egyszerűbb volt ezeket kinyomtatnom. Igazából teljesen mindegy, hogy ezen az oldalt, vagy ezen az oldalt megy le a kábelt, mert ugyanoda fog menni, ugyanolyan hosszú lesz, úgyhogy igazából nagy jelentősége nincs. Úgyhogy ezt így oldottam meg, hogy ezen az oldalt fog most már lefutni. Úgyhogy most már igazából majdnem kész is vagyok ezzel az egésszel. Itt ezt a végét fogom most itt összeszerelni. Majd idébb hozom a kamerát, és akkor talán fogjátok valamennyire látni. Habár igazából nem is ez a lényeg, a végén úgyis végigmegyünk a kamerával, és megmutatom, hogy mi hogyan is került felszerelésre. Ugye ezt a végződtetést fogom itt megcsinálni, illetve még itt a vezetékelést szeretném a csatlakozókat felrakni, meg ugye felszerelni ugye magát ide hátra a touchszenzort. Touchszenzor. Örülök neki egyébként, a gyártó majdnem mondani csúnyát, hogy mit csináljon magával, amikor össze-vissza van a vezetékelés a touchszenzornak. És nem mellékel hozzá bekötést. Tehát ez a legjobb. És akkor, amikor fölmegy az ember az internetre, és rákeres, hogy CR touchszenzornak hogy van a bekötése, akkor egy teljesen ellentmondó információ jön. Nem egyeznek a vezetékszínek, hol ilyen, hol olyan. Na jó, talán az ember egyfajta vezetékszint. És akkor rájön, hogy az egyik ábra így mutatja, a másik ábra amúgy mutatja, de hát ez a touchszenzorra miért nem tett egy feliratot? Vagy a csatlakozóra, vagy valamire? Úgyhogy, na a lényeg az, hogy berakja az ember a gyári csatlakozót, aminél van egy fehér-fekete, ami elvileg ugye nem másnak kell lenni, mint ugye az AN-stop helyére, tehát a kimenete a szenzornak. Nem, még véletlenül sem az, mert ez pont fordítva van. Tehát remélem, hogy nem tettem tönkre egyébként a touchszenzort, mert itt kellett kísérleteznem, hogy most akkor tulajdonképpen melyik ér, melyik ér. És akkor az ember tudja azt, hogy ugye ez 5 kivezetés, de 2 GND van. És akkor rámér az ember, elvileg annak ugye rövidzárva kell lenni az 2 GND-nek, össze kéne lenni kötve, és akkor ahol a vezetékszínek, meg ahol a leírások mutatják, sehogy se jó. És akkor kiderül, hogy ez teljesen tükörképe az egésznek. És akkor ebből kikövetkeztetve lehet ki rájönni, hogy igazából hogy néz ki, és akkor össze-vissza kell keverni, katasztrófa. Nem értem, tehát nem értem, hogy amit mellékelnek hozzá leírást, baromság van benne. Mert nem úgy van. Lehet, hogy az alaplapra, ha összedugja magával ezzel, egy eredeti Creality alaplappal összedugja, nem lesz vele gond. Na de azokat a rohadt színeket miért nem lehetett már úgy berakni, hogyha már színeket használ a csatlakozóba, hogy az valóban olyan legyen, mint az összes többinél. Nem értem. Mindegy, elengedtem, megtaláltam a bekötését, ennek elvileg így jónak kell lenni. Oké. Tehát ezt is felszerelem, ennek is itt nekem át kell forgatni, ugye az én csatlakozó elrendezésemhez. Ugye ez azért volt, hogy a nyákot meg tudjam normálisan csinálni, tehát ezt össze-vissza kell forgatnom a vezetéket, mindegy, lényegtelen, megtaláltam, bekötöttem, úgyhogy ennek jónak kell lenni. Szóval itt még várán teendő, be kell kötni ezeket a kábeleket itt a fejnél, csatlakozókat kell rá szerelni, és igazából ezt szeretném megcsinálni, megcsinálom ezt a végződtetést, és körülbelül ez a videó szerintem itt ennyi is lesz. Most, ami még megy a nyomtatóval ide, az endstopokat föl szeretném ide szerelni, úgyhogy szerintem most ezeket én megcsinálom, és akkor gyanítom, hogy az lesz, hogy
Ezzel fogok jönni, most ezeket felszerelem, és akkor ezeket megmutatom nektek végig kamerával. Fölrakom az endstopokat is, és gyakorlatilag szerintem most ezt én készre szerelem. Nem fogom videózni, mert akkor ez megint csak egy ilyen pörgős felvétel. Ezeket én készre szerelem, és akkor bemutatom nektek, hogy mi hogyan is néz ki. És akkor remélhetőleg gyakorlatilag olyan állapotba fog kerülni a nyomtató, hogy már következhet az elektronika. Kivéve, amit még meg fogok csinálni, ez már lehet nem fér bele ebbe a videóba, de igazából ez csak annyi, hogy ezt az energialáncot ide be fogom alulra szerelni, és ugye ez a tálcának lesz az energialánca. Ez igazából semmi, ezt majd későbbiekben fogjátok látni a videókba. Berakom, mert a tálcát nem akarom még felrakni még mindig rá, mert nem tudom mozgatni a nyomtatót, ugye nekem ez itt útban van, akkor nem dolgozok vele, félre rakom, de a tálca annyira rohadt nehéz, hogy ha ráraknám magára a gépre, akkor jelentősen megnőne a súlya. Úgyhogy igazából az majd valószínűleg csak akkor fog rákerülni, amikor már végképp beüzemelés előtt áll a gép. Beüzemelésről ennyi információt egyébként, hogy gondolkoztam, hogy ugye hogy lesz, hogy az eredeti terv, illetve a végleges terv az mindenféleképpen az, hogy clipper lesz rajta, a Raspberry Pi-jel, ugye megvan a Big Tritrekes Octopus alaplap, ugye ezzel lesz összehozva az egész, ugye lesznek benne SSR-ek, tápegység, stb. Tehát ezek a dolgok benne lesznek, ezt majd szépen beépítem, de elképzelhetetlen, még ez nem biztos, de nem elképzelhetetlen, hogy előtte az alaplapra föl fogok tenni egy Marlint. Mégpedig azért, mert a Marlint nagyon könnyen és nagyon egyszerűen tudom úgymond cserélgetni, módosítani, tehát sokkal egyszerűbb, mint a clipperrel küzdeni. Illetve, hát ugye itt arra kell gondolni, hogy ugye ez egy teljesen úgymond szűzgép lesz, ki kell találnom, hogy mi mennyit mozog. Nem a mechanikus áttételekre gondolok, mert az ki lesz számolva, hanem ugye majd meddig vihettem ki, hány milliméterre megy ki a fej, tehát ugye ezeket a határértékeket meg kéne határoznom. Illetve Marlinnal szeretném úgy, hogy minden működjön rajta. Biztosan jók a bekötések, mérnek a termisztorok, megy a maga a touchszenzor, tehát ne legyen az, hogy egy bizonytalan állapotba kerüljek, hogy ugye nem tudom eldönteni, hogy a hardware-rel vagy a szoftverrel van valami probléma, tehát mindenféleképpen ezért úgy gondoltam, hogy ezt először meg fogom csinálni, és hogyha működik az alaplap, és ez valószínűleg csak úgy lesz összerakva, hogy nem is lesz végig készlegesen összeszerelve, csak ilyen teszt állapotra, és hogyha működik, és minden ilyen paramétert nagyjából meghatároztam, akkor utána fog majd következni valószínűleg a clipper, de tehát ezt előtte meg szeretném így csinálni, hogy tudjam azt, hogy a nyomtató egyébként alapvetően rendben van. Tehát, hogyha valami gond van, valamiért nem működik valami jól a clipper konfigurálásánál, akkor tudjam azt, hogy nem a géppel van baj, tehát nem a mechanikai résszel meg a bekötésekkel van gond, hanem szoftveres problémával. Tehát ezt mindenféleképpen így fogom megoldani. Igazából a szoftverről csak annyit, hogy nem sokat fogok variálni rajta, annyi különbség lesz, gyakorlatilag annak a Tronxi X5-es gépemnek a firmware-ét fogom felrakni, mert igazából ugyanez a mechanika, egy-két minimális módosítás lesz rajta, ugye a motor lépések lesznek rajta esetleg módosítgatva, meg ugye annyi, hogy ezen ugye 4 darab Z-motor van, tehát ugye a 4 Z-motornak a beállítását meg fogom csinálni, és körülbelül ennyi lesz egyébként a bekötés. Idénylenesen lesz rajta majd egy 128-64-es kijelző, de az is csak így nem lesz beépítve sehova, csak ott lesz rajta, hogy tudjam mozogtatni a dolgokat. Úgyhogy jó, ezt így elégzetesen mondom, és most akkor befejezem ezt a szallagkábelezést, bekötöm ezeket a dolgokat, és akkor jövök majd az a videóval most a következő rész, egy vágás után az lesz, hogy ez kész van, és bemutatom, tehát tényleg végigmegyünk részletesen, hogy mi hogyan is kerül felszerelésre. És elkészültem ezzel az egész energialáncos történettel, be van kötve a fej, megvan a végződtetése, elméletileg itt minden rendben kell, hogy legyen. És mint mondtam nektek, megígértem nektek, most akkor részletesen végignézzük, hozom a kamerát, és akkor végignézzük, és akkor elmagyarázom, hogy végül is mi hogyan is néz ki, és ezt közelebbről fogjátok ti is így legalább látni. Hát ugye alapvetően itt kezdeném talán a fejjel, ugye, hát a fejet azt már láttátok, hogy így néz ki, és akkor tulajdonképpen ugye itt így van a maga a bekötés megoldva, ugye itt van egy kis ilyen ez a műanyag, ami rá van tekerve, hogy a vezetékre, hogy összefogja, megvannak a csatlakozók, ugye itt van a panel. Látszik, itt van ugye az endstop, ugye ehhez majd még erre a kocsira ide egy zászlót kell, itt valószínűleg itt a csavarokkal, vagy valamivel át kell majd vezetnem, és akkor majd ide kell valószínűleg valamit majd tenni.
Nos, hát ugye így néz ki, hogy ezek a papucsok itt stabilan állnak, ugye ezt is rögzítettem most már ugye egy ciloplaszttal, ugye ez, ami megvezeti a két szallagkábelt. Ugye látszik, hogy tehermentesítve vannak a szallagkábel csatlakozók ilyen pántal, tehát nem, egyszerűen ezt nem tud innen kiszakadni. Ugye ez az oldal pedig így néz ki, ugye erről beszéltem nektek, hogy ezt kellett nekem átfordítani, ugye mert az első variációban abba az irányba indult el, és ezt ugye meg kellett fordítanom, mert ez így nem volt igazából jó. Ez így lett most tulajdonképpen. És akkor ugye erre megy, ugye ennek az lett a következménye, hogy ugye ez a végződtető doboz, ami ebbe a sorkapocsba végződik ugye a szallagkábel, ez átkerült erre az oldalra, előtte ugye ide volt tervezve. De lehet, hogy jobb is így egyébként, mert ide, mint látjátok, fölkerült a másik optikai endstop. Ugye itt is még ide tennem kell egy zászlót, majd ide. Ez valószínűleg picit ilyen állítható zászló lesz, de igazából valószínűleg meg tudom nézni, hogy mikor megy ki teljesen az endstop, felszereljük ide. Tehát ezek egy dolog van, amit még ide meg kell csinálni. Itt is ugye a két megvezetőt ezt most már rögzítettem, meg mindegyik papucsot, és akkor itt ez a megoldás, ami még változott, ez a szallagkábel levezetés, mert ugye az volt a baj, hogy itt ez a kocsi bele tudott ütközni a szallagkábel, most már szépen el tud mellette futni, tehát ha én ezt így szépen hátratolom, akkor ugye látszik, hogy szépen megy hátra a szallagkábel, és akkor ugye az ott szépen be tud futni mellé. Ugye ez így néz ki ez a dolog. Tehát gyakorlatilag ezek a szallagkábelek egyáltalán nem akadályozzák most már a mozgást. Tehát látszik, hogy hát az, hogy ez itt egy picit így billeg, vagy valami, de ugye ez nem fog mozogni. Tehát ez csak előre-hátra mozog. Ez a szallagkábel az, ami tud egy picit lifegni, de szerintem ezekkel nem lesz probléma. Úgyhogy gyakorlatilag most már mondhatnám, hogy ott van a fedél a dobozon rajta, azt, hogy ezt leveszem, onnan fog menni normál vezetékkel tulajdonképpen az egész, és hát ilyen lett. Ugye ezeknek a súlya gyakorlatilag gramban mérhető, valószínűleg remélem a teljesítményt is képes lesz átvinni. Ugye azt tudni kell, hogy ugye úgy van megcsinálva, hogy a fejnek, ugye a fűtésnek, 8-8, majdnem egy komplett szallagkábel viszi a fejnek a fűtését, tehát egy kábel majdnem, hogy arra van, hogy csak a fűtést átvigye. Tehát ugye remélem, hogy jó lesz. A motornak is úgy van, hogy ugye a motornál lehet még a tekercseken nagyobb áramfelvétel, ott pedig 8 ér viszi át, tehát 4x2 a motorhoz. És akkor ugye ami hiányzik még ugye az energialánc, az ugye ez az energialánc, ami magához a tárcához viszi fel a majd a vezetékeket. Ezt igazából lesz nem egy nagy kunszt, hát ugye ennek egyet alul kell egy konzol, meg felül kell egy konzol, ami a tárcánál van, és kész. Tehát igazából ez nem egy ördöngős dolog. Erről nem is nagyon fogok szerintem videót se csinálni, majd csak úgy belekerül a videóba, mert nincs igazából túl sok technikai érdekessége. Szerintem ez a szallagkábel volt az, ami igazából itt érdekes lehet. Tehát ezt kell még megcsinálnom, ehhez megcsinálom a két tartót, hogy ez meglegyen. Ez valószínűleg nem fog bekötésre kerülni, majd csak egészen akkor, ha az elektronika kész lesz. Ezt talán mondtam is már, mert nagyon nehéz a tárc, és nem tudom mozgatni. Ugye most a gép valószínűleg, mi megcsinálom ezt a két zászlót, hogy ez teljesen kész legyen ez a rész, tehát hogy ebbe ne kelljen már semmit csinálni, és több mint valószínű, hogy ezek után most megint visszakerül a helyére, pontosabban nem a végleges helyére, csak ugye így félre teszem, mert vannak más munkáim, amit csinálni kell. És nem kerül parkolópályára most már, hanem szeretném folyamatosan folytatni, de most már ezek után az elektronika fog következni. Tehát gyakorlatilag most már ugye a vezetékelés is halad, ugye a motorokat kell elvezetékelnem, de ehhez föl kell raknom ide alá a gép alá, hogy alulra fog kerülni egy műszerdoboz, egy nagy műszerdoboz, abban lesz az elektronika, abba szépen berakom a tápegységet, az alaplapot, stb. Ezeket szépen be fogom furkálni, be fogom rakni, bevezetjük a kábeleket bele, és akkor abba fog tulajdonképpen az összkábelezés meglenni, és igazából, hogyha ez megvan, akkor nagyon úgy fest, hogy lassacskán el fog érkezni a dolog oda, hogy majd megpróbáljuk nyomtatni. Hogyha alul is a doboz bekerül, és ugye a vezetékelés megtörténik, tehát ott lesznek a vezetékek, akkor több mint valószínű, hogy föl fogom szerelni a tárcát, és gyanítom, hogy az fog történni, hogy be fog kerülni az eredeti, illetve végleges helyére, ahová én ezt szánom. Felmerült már, volt, aki itt volt nálam, és kérdezte, hogy hova fogom tudni elrakni ezt a nyomtatót. Hát megmutatom nektek, ugye ennek a helyére fog kerülni.
hogy ez a nyomtató kikerül innen, nem a műhelyből, a műhelybe átkerül egy másik helyre, mert ez elég magas, és ha hiszitek, ha nem, le van mérve, tehát ugye ezt én már többször lemértem. Hát nagyon-nagyon neccesen, de ide befér ez a nagy nyomtató. Tehát nagyon neccesen, tényleg egyedül egy dolgot kell, valószínűleg a falon van egy villáshajzat, egy csatlakozó hajzat, azt valószínűleg le kell onnan vennem és át kell máshová tenni, mert az útban lesz. Pontosabban oda lehetne a gépet tenni, csak beesne a villáshajzat, nem akarok ilyet csinálni, tehát az ott valószínűleg nem lesz jól, tehát azt majd valószínűleg azt le kell szednem és odébb kell tennem valahová. Lehet, hogy majd egyébként idébb teszem a tévé mellé. És akkor, ha ez megvan, akkor ott már gyakorlatilag csak, tehát ezen a gépen már olyan túl sok teendő akkor nem lesz, csak az elektronikában belül. És ugye ez fog majd következni. Ugye ahhoz egy jó nagy ilyen műszerdoboz, ezt lehet, hogy mutattam már, nem tudom, hogy mutattam-e már. Egy ilyen műszerdoboz fog, ezt direkt megvettem, ezt az alumínium dobozt. Ezt fogom berakni alá, hogy ez egy rendesen egy ilyen rek méretű doboz. Le volt akciózva, de szerintem csak ez egy darab volt belőle. Le volt akciózva, és az igazság gondolkoztam, hogy nyomtassak hozzá a doboz, de mivel ez a műszerdoboz le volt akciózva, és ez egy komplett alumínium doboz, én úgy gondoltam, hogy ez tök jó lesz nekem erre, és ez ugye ide alulra a gépbe fog bekerülni, teljesen alulra. Ugye ebbe belefér a tápegységtől kezdve minden, majd a hűtését megoldom, teszek bele ventilátort, hogy ki tudja fújni a levegőt. Ugye ebbe bele fog férni valószínűleg minden. Még azt nem tudom, hogy a Raspberry Pi is ebbe lesz valószínűleg egyébként, és minden egyéb dolog. Ugye majd még egy doboz kell, tehát ugye ez felszerelődik, tehát ennek nem kell doboz, és ugye tehát nem kell nyomtatni. Ennek ilyen kere van olyan vékony alumínium pálca, azon fog majd ez lenni. Ugye ezen lesz kapcsoló az elején, tehát kibekapcsoló gomb, indító gomb, stb. Lehet lesz rajta egy-két LED, ezeket még nem tudom. Tehát ezekben vannak ötletek, hogy milyen legyen, meg hogy legyen. Valószínűleg lesz be rajta egy ilyen standby LED, ugye a készenléti tápegységnek a LED-je, lesz egy készenléti tápegység benne. Aztán lesz benne valószínűleg egy zöld LED, ami ugye a bekapcsolási jelző lesz. Olyan értelemben, hogy ott már az alaplap is indult. Tehát ilyesmi elgondolások vannak. Ugye még nem körül van az úrod bennem, hogy ugye a kikapcsolását hogyan fogom megoldani. Természetesen a teljes áramtanítás az egyszerű hálózati kapcsolóval le lehet kapcsolni. Tudom, vannak ilyen vésztáltó gombok, ilyeneket én nem akarok rárakni, az az igazság, mert ott a kapcsoló, lekapcsolom, kész, hogyha valami gond van. Viszont például azt meg akarom oldani a nyomtató mindenféleképpen, hogy képes legyen önmagát lekapcsolni. Tehát az önmagát kikapcsolni képes legyen a nyomtató, mert ugye ezen hosszú nyomtatások lesznek, és hogyha éjszakában nyúló nyomtatás van, akkor ne menjen feleslegesen, hogyha végzett a nyomtatással, tehát ilyen dologra gondolok, illetve lesznek benne ugye biztonsági megoldások, ugye ezt már láttátok a tárcánál, ugye a hőbiztosíték, ehhez a hőbiztosítékos megoldás az ország egy jelfogó lesz benne. Ugye nagyon érdekes, ugye erről volt is beszéd egy pár hozzászólásban a videóknál, hogy miért nem SSR lesz, miért lesz valószínűleg elfogó. És tényleg okos ötlet volt, és tényleg én is végig gondoltam, hogy a gépnek a kibekapcsolását valószínűleg SSR fogja megoldani. De lesz benne egy elfogó is valószínűleg ebbe a dologba, és mégpedig azért, mert az SSR is bezárlatosodhat. Tehát ugye az SSR egy elektromos áramkör, viszont annak, hogy egy relé beégjen úgy, hogy ne tudjon szétnyitni, annak elég kicsi az esélye. Tehát valószínűleg így lesz ez majd megoldva, de még ez sem 100%, majd meglátjuk. Ugye, tehát SSR biztos, hogy kell ugye a tárcafűtésnek a vezérléséhez, stb. Tehát ugye lesz benne egy-két ilyen dolog. FET modul külön nagyon kell hozzá, mert a fejnek a fűtését elvileg az alaplap elbírja, tehát azzal nem lehet gond. Mert persze még ezen gondolkozom, ezt is majd még átgondolom, lehet, hogy lesz, nem tudom. Tehát körülbelül így állunk. Úgyhogy én ezt a videót most befejezem, úgyhogy ezt meg is igyekszek is minél hamarabb kirakni, mert most megint fog következni jó pár valószínűleg retro számítógépes videó, illetve fog következni még egy más, nem nyomtató, se nem retro számítógépes, de elektronikával kapcsolatos videó fog következni. Nem tudom a sorrendjét, szerintem úgy lesz az egyébként, hogy először ezt kirakom, ezt a videót felrakom nektek, mert már sokan kértétek, és majd utána jön valószínűleg ez elektronikás dolog.
aztán utána megint lesz egy jó pár retro számítógépes videó, mert nagyon sok gép érkezett hozzám javításra, és biztos, hogy van köztük olyan gép, ami érdekes, nem is volt még a csatornán, és valószínűleg érdekességeket fog rejteni. Úgyhogy ezt a videót itt befejezem, köszönöm, hogyha megnézted ezt a videót, lájkoljad, ha nem vagy feliratkozva és tetszett, akkor iratkozzál fel, légy szíves, elköszönök tőletek, sziasztok!